Ki az egész? De most a WC-papír megtett. Az vedd le. Na, és ilyen szakkifejezéseket tudsz mondani a témában? De Andi, sajtam, hogy ez nem. Ez nem, hogy belerogj. De hogy is. 10 kérdés a barátságról, amire iszonyú nehéz válaszolni. Na? Amis, ha elászatod a pizzát. Sziasztok! A mai videóban enni fogunk, és hát ezt ilyen mukbangnak terveztük, aztán nem volt témánk, és most végül találtunk ilyen kérdéseket, amikre válaszolni fogunk, de még mi sem tudjuk, hogy mi. Ja, és ezt a bögrét szerettem volna mindenképp megmutatni, hogy az egyik oldalon a Miley Cyrus van, aki így néz, a másik oldalon meg én, aki ugyanúgy. Hello! Ja, igen, a Petrával fogom megcsinálni ezt a videót. Jövételnek ilyet rendeltünk, ez ilyen... Ez ilyen torti, amiben van sonka meg sajt. Szóval ilyen sonka meg cheddar sajt van benne, és ezt most így már tovább fogjuk. Ez fokhagymás majonéz. Még jó, hogy a honlapon nem azt írták, hogy ezt kapunk, de jó. Mi mit írtak? Hát valami mustáros majonézes. Ez a Parizzel van. Ez tuti, ez az a kocsi. Majd belinkelem a cikket a leírásba, hogy honnan van. A legjobb barátod súlyos bűncselekményt követ el. Megkér, hogy segíts neki alibit szerezni. Ha nem segítesz, akár 25 évre is börtönbe kerülhet. Mit teszel? Segítesz neki, és az egész életedet bűntudattal éled le. Visszautasítod a segítséget, és elveszíted a barátodat, aki így börtönbe kerül. A barátom az emiatt utána nem áll velem szóba, akkor nem tudom. Tehát, hogy így... Hogy érted, hogy nem áll vele szó? Hát szerintem börtönbe kerül, azért nem veszíted el. Nem? Én úgy értelmeztem, hogy azért veszíted el, hogy mint barát, hogy... Nem segítettél neki? Aha, igen. Most érted, ha mondja, mint beszélünk így? Tudom. Jó. Na, hát én szerintem ez nem ilyen két oldalú, mert mint hogy az alapján választanék, hogy milyen típusú a bűncselekmény. Tehát, hogy ez mondjuk nálam, mert mondjuk, hogyha lopott egy rágót egy boltból, akkor nyilván segíteni. De azért nem... Kerül 25 évből. Ja, tényleg. Hát a 25 év az minimum, hogy megerőszakolás, vagy gyilkosság, vagy ilyesmi, nem? Amúgy őszintén én nem biztos, hogy tudnék segíteni. Nem, mint hogy... Ha így tudom, hogy a fejemben van, hogy ez bűncselekmény, meg számomra is erkölcsileg undorító, akkor nem hiszem, hogy segítenék egyébként. Bennem van egy olyan szintűnözőség, hogy utána meg... Úgy élem le az életem, hogy nem is az, hogy bűntudatom lesz, hogy átvertem a hatóságot. Szerintem mindenképpen bűntudatod lesz, mind a két esetben. Én ezt, igen, tehát hogy nem is a bűntudattól félek, hanem attól, hogy félek, hogy rájönnek, hogy én segítettem, és... Petra, ez mi? Ez benne Gem kapor. Szóval ez az egyik pizza, mert pizzát eszünk, igen. Ezen van barbecue szósz, csirke, meg kukorica, meg lila hagyma. Ez meg olasz kóbász. Az meg olasz kóbászos. És most ezt így elfeledjük. Rámejted. Az igen. Na, a második kérdés, ami így a barátsággal kapcsolatos, hogy a legjobb barátod már 5 éve jár valakivel. Boldognak tűnnek, de egy nap megtudod, hogy a barátod egy ideje megcsalja a párját. Mit teszel? Hát az egyetem. Fú, ez nagyon durva, mert voltam ilyen helyzetben. És... Mi a kérdés? Szóval... Elmondod, lehet, nem értem, elmondod neki, vagy megtartod a titkot. Várjál. Hát most neked lenne valakit is megtudnám, hogy megcsal, hát álmatlan éjszakáim lennének, nem mondanám el neked. De nem, én csalom meg őt. Nem, de vagy. A legjobb barátod már 5 éve jár valakivel, boldognak tűnnek, de megtudod, hogy a barátodnak a párja megcsalja őt. Ja, igen. Barátod? Ja, nem. Hogy az a nehéz kérdés. Nem, hogy a barátod. Igen, tehát az én esetemben te én csalom, megcsalod ezt, a párodat. Igen, hát akkor nem, hogy te dolgod. Hát nem tudom. Az a baj, nem tudom, hogy milyen kapcsolatban vagyok én azzal, aki a párja az én barátomnak, érted? Mert ha amúgy jóban vagyunk, akkor lehet, hogy rosszul érezni magam miatt. Én semmiképp nem én mondom. Nem mondanám neki, hogy szerintem el kéne mondani. Uh-huh. Meg hát úgy is jelenik az, aki hogy amit amely a legjobb barátom, hogy hívogat sírva, mert nem tudom. Mert ez olyan dolog, hogy mondjuk így magamnak, hogy én jobban érezem magam, és ne legyen lelkiismeretfúzásom,
így úgymond az őszinteség zászlaját így meglobogtatom, tudod, hogy én jól érzem ettől magam, mert elmondtam, mert őszinte vagyok, de közben tönkreteszek valamit, amihez nekem valamilyen szinten semmilyen közöm nem volt, mert mondjuk egy barátomnak ott adok tanácsot, hogy én ebben a helyzetben ezt csinálnám, de ez pont eddig mehet el, szerintem. Hm. Szóval érted, utána már nekem az, hogy abból mit tart be, meg ilyenek, én nem erőszakoskodhatok. Persze. Iszom egy kortyot. Jó. Két legjobb barátod is van. Az egyik egy gyerekkorod óta ismered, de már nem beszéltek olyan gyakran, a másikat csak másfél éve, de sülve főve együtt vagytok. Kit kérsz fel esküvői tanúdnak? Gyerekkori barátod? Azt, aki csak másfél éve ismert. Bár nekem nincs egy gyerekkori barátom. Hogy... meg olyan sincs, csak így mostani. Hogy csak azért felkérni valakit, mert x éve ismerem, de már nem is beszélünk, és azért ne sértődjük meg. De mondjuk azt mondja, hogy nem is beszélünk annyit. Az az én esküvőm, és nyilván azt akarom, hogy a legjobb legyen. És ha én ahhoz az emberhez érzem közelebb magam már, akivel nem régóta vagyok jóba, akkor őt, mert most csak azért, hogy a másik ne sértődjön meg, vagy csak azért azt mondani, hogy jaj, hát mert őt régóta ismerem, szóval hülyeség, mert hogy... Hát nekem is, hogyha valakivel másfél éve tényleg sülve főve együtt vagyok, az nem véletlen. Tehát, hogy akkor ott érzek egy ilyen nagyon erős köteléket. Én mondjuk sülve főve együtt lenni nem is tudok, mert idegesít mindenki egy idő után. És hogyha ez tényleg nálam eléri valaki, másfél évig sülve főve együtt vagyunk, akkor nálam nem lenne kérdés, hogy őt választanám. Igen. Na, a negyedik kérdés. Te és a legjobb barátod együtt dolgoztok. Téged előléptetnek, a felettese lettél. Azóta a barátod kifordult magából, lazsál a munkában, és a többiekre keni a hibáit. Mit teszel? Felelősségre vonod ezzel kockáztatva a barátságot? Vagy B? Összezsíroztam a telefont, és nem látom. B. Kivételezel vele, amivel az összes többi beosztottodat magadra haragítod. De nem szabad amúgy összeegyeztetni az ilyet, mert hogy nagyon, mint hogy én azt gondolom, hogy lehet, de jobb elkerülni. Hogy így, alapból szerintem együtt dolgozni barátoknak fura, de hogyha még valaki az egyik fölött áll egy pozícióban, az szerintem még rosszabb. De együtt dolgozni biztos nagyon jó. Mármint, hogyha... Ja, igen, mondjuk mind a ketten a pultba álltok, és kiszolgáltok, az ilyen tök jó. Elvagytok egy... Biztos, hogy nem kivételeznék amúgy. Én sem. Szerintem pont ezt akartam mondani amúgy, hogy én szerintem még jobban is haragudnék arra, hogy jó a barátom, és ezt így megteszi velem. Igen. Annak ellenére, hogy barátok vagyunk. Igen, tehát akkor, ha már mondjuk én lennék a főnök, és még akár mondjuk te lennél alattam, és te változnál így meg, akkor valószínű még... Nem tudom. Tehát, hogy akkor így azért örülnék annak, hogy ilyen helyzetbe kerültünk, hogy van egy ember, akiben tudom, hogy megbízhatok, és akit ismerek, vagy nem tudom, és ha már így viselkedsz, akkor hello. Jaj, a száddal fogod? A másik kezem. A vécepapír. Tényleg. Na, a következő, hogy a legjobb barátod egy éve szakított a szerelmével, egy éve ápolod a lelkét, és hogy egy éve támogatod a döntését, és bár megvan a véleményed, magadba tartod. Elmondod neki, hogy szerinted ez rossz döntés, és nem esik jól azok után, hogy vég mellette álltál. Jó, erre nagyon határozott véleményem van, én ezen átmentem többször is. Szerintem az első lenne a helyes opció, mert ugyanaz, mint az előzőnél mondtam, ja, hogy nem feltétlenül van között hozzá, tehát hogy te egy ideig, de én sosem bírtam ki. De akkor van ki. Között hozzá, hogyha egy évig te hallgatod a sok szart, akkor de már akkor benne is vagy. Dönt, nem dönthetek de helyette. Akkor már nem azt írt, hogy döntsél helyette. Micsoda, hogy elmondod neki, hogy rosszul esik neked ez. Oké, de én mondjuk a másodikkal, igen, de felülbírálom a döntését, mert az az első része, hogy szerintem rossz döntés, de... De és az a jó barátság, amit... De nem, én ezt mindig elmondtam, mert nem bírtam ki, mert úgyis úgy döntött, mit tudok csinálni. És a, de hát én sem mondtam soha azt, hogy jaj, hanem egyszerűen elmondtam, hogy fasz vagy, tehát hogy így, hogy miért gondolom rossz döntésnek, te hozzá. Az régóta hullámzik a fény. Legjobb barátod álma, hogy híres énekes legyen. Azt tervezi, hogy indul egy tévés tehetségkutatóban. Egyetlen bökkenő van, csak nem tud énekelni.
és ezt még soha senki nem merte megmondani. Fel se kell olvasnom az opciókat. Hát, hogy megmondom-e vagy nem? Hát én amikor nézem az X-faktort, vagy bármit, és akkor áll kinn a család, és a izé úgy ég a színpadon, mint az állat, én mindig azt kérdezem, hogy de ezek nem mondják meg neki? Hogy nyilván megmondom, hogy nem akarom, hogy leégjél. Meg hát most, ha ő megsértődik azon, hogy én elmondom, hogy szerintem nincs jó, és csak meg akarom védeni. Tehát akkor meg elmondom, hogy akkor mennyi, azt majd meglátom. Nem, én mindenképpen azt mondom, hogy én itt nem is gondolkodtam a válasz lehetőségeken, szóval egyértelműen elmondanám, mert az sokkal rosszabbat egy idő után, hogyha én ezt nem teszem meg. És tőle megsértődhet rám, egy idő után úgy is beigazolódik, mert a kérdésben benne van, hogy amúgy rossz hangja van. De nem tudom, akrobatikus rákendrolt fogok csinálni, és hogyha te nem mondanád meg nekem, hogy amúgy tehetségtelen vagyok, meg 600 kiló, akkor... És hogy ez nem érdemes ezt csinálnom, vagy folytatnom, vagy fejlesszem magam előtte, és azt mondod, hogy jó, menjél, akkor utána sokkal jobban megsértődnék rád, mint hogyha előtte megmondanád. Azt mondanám, hogy menjél. De megnézni, hogy te ugrálsz be. Jó, most nem ez a lényeg. Szépen szólnék. Mit csinál? A legjobb barátod mostanság valaki mással is barátkozik, sok időt töltenek együtt. Hármasban is szerveztek közös programot, de az új ember valamiért nagyon bunkó veled. Nem akarsz féltékenynek tűnni, de úgy érzed, elveszi tőled a legjobb barátod. Nekem volt, hogy zavart, hogy több időt tölt vele, vagy nem tudom, de... Ja, engem nem. De ettől függetlenül nem tudom. Én nem hiszem, hogy megmondanám. Vagy észreveszi, vagy nem. Tehát, hogy kivonom magam, inkább egy kicsit hátrébb húzódok, és akkor most vagy észreveszi, vagy nem. Ja. A nyolcadik kérdés jön. Az elmúlt fél évben a legjobb barátod nem válaszol az üzenetére, nem veszi fel a telefont, nem keresi a társaságot. Tudod, hogy már semmi sem lesz olyan, mint régen, de nem akarod elveszíteni a barátságot. Mit teszel? Sírj. Hát nekem ez a kérdés most az aktuálisnál is aktuálisabb, de... Az elején nyilván úgy álltam hozzá, hogy keresem, meg mondom neki, hogy ez nem jó, stb. Hát egy két hónappal ezelőttre már beláttam, hogy teljesen felesleges, tehát majd ő keres, hogyha szeretne. Addig meg én vagyok a pótlék. Meg önhibámon kívül én a lelkiismeretem nekem tiszta, és tényleg úgy az van bennem, hogyha ő keres, akkor majd keres, és akkor megbeszéljük, ha megtudjuk, ha pedig nem, akkor meg ennyi volt. Menthetetlenül beleestél a legjobb barátodba. Nem akarod elveszíteni, de annyira szerelmes vagy, hogy az érzés már szétfeszít. Mit teszel? Bevallod neki, hogy szereted, lehet, hogy visszautasít, és örökre megszakad a kapcsolat. Soha nem vallod be az érzéseidet neki, mindegy mennyire fáj. Én szerintem a másodikat választanám, mert mit szóval tudom, hogy nem ez a népszerű válasz, de én azt gondolom, hogy én barátként akkor már magam mellett tartanám azt az embert. Az eszem tudná, hogy inkább hagynom kéne, akkor örök. Biztos nagyon nem jó úgy magad mellett tartani. Minden nap így reménykedsz, és az így tökszer, és akkor utána lesz valaki, akkor ha lesz valaki, és te még nem léptél túlra, akkor így is megszakad a kapcsolat, mert akkor már nem fogod kiírni. Én szerintem nem biztos, hogy lennék olyan erős, hogy elmondanám. De én is azt mondom, hogy az eszem tudná, hogy ezt kéne tennem, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz, de valószínűleg én is ugyanúgy ott ragadnék, mert ilyen vagyok. Nyilván lelkileg, meg testileg is vonzódom hozzá. És legalább akkor a lelki részét valószínűleg kielégíti, nem? De szerintem, miután már tetszik neked, magad mellett tartod, mint barátod, hogy a barátság megmaradjon. Igen. Az már nem olyan barátság lesz, mint előtte. Hát ez biztos. A munkakedvéért, ne köhögj. Ha valami kérdés felizgatott neked, az hogy kell megkérdezni. Comment down below. Hogyha valamelyik kérdésre ti is kifejtenétek a véleményeteket, akkor légy szíj, írjátok meg kommentben, mert amúgy nagyon érdekel. Amúgy az infóhozó ott lesznek az elérhetőségünk, írjátok egy kommentet, írjátok egy kommentet, hogy nektek mi a véleményetek egy-két kérdésről, illetve kövessetek minket Instagramon engem és TikTokon. Petrát ne kövessetek Instagramon, csak engem. És minden elérhetőség lent lesz az infoboxban, illetve a cikk is, ahonnan vettük ezeket a kérdéseket. Köszönjük szépen, hogy megnéztetek, sziasztok! Te is köszönj, Jan. Petra, mondd ki, hogy sziasztok. Sziasztok! Petra! Most eljátszok ma a videóban, hogy jól láttam. Most már a videó után vagyunk ilyen két nappal. Meg mikrózunk. Azóta nem tudtam enni.